a mai történelmónak anyaga, a francia forradalom hatása, a tankönyv 30. leckéje a 132. oldalon. A lecke feldolgozásához kérem, hogy nyissátok meg az elmúlt órán letöltött PowerPoint bemutatót, és ma ennek a 12-es, 13-as diárjára lesz szükségünk. Franciaország a 18. század és 19. század fordulóján Európa egyik legjelentősebb nagyhatalma. Így a Franciaországban bekövetkezett változások egész Európában éreztetik a hatásukat. Legelsősorban a francia király hatalmának megdöntése és a jogegyenlőség eszméje az, amely elterjed egész Európában. Az emberi szabadságjogok követelése példaként szolgál az többi európai ország számára is. Ezek a szólásszabadság, a sajtószabadság, a vallásszabadság és a hatalmi ágak szétválasztása, amelyet szintén a francia Montesquieu volt az, aki elsőként követelte a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatás szétválasztását egymástól. A társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális viszonyok megváltoztatását egyes csoportok francia mintára békés úton szerették volna elérni reformok útján, vagy, mint Franciaországban a másik lehetőség, forradalom útján, és Európa szerte forradalmi megmozdulások törtek ki. Minden esetre egész Európában ismerté vált a szabadság, egyenlőség és testvériségnek az eszméje. Kérem, hogy a francia forradalom hatását az egyes vázlatpontba írjátok le. 18. században uralkodó eszmei irányzat a konzervatizmus, amelynek a legfontosabb követelése és tétele a hagyományok tisztelete, a társadalmi alá- és fölérendeltség megőrzése. A konzervatizmus és a konzervatív politika elutasítja a gyors változásokat, a forradalmakat szeretné elkerülni, és igyekszik a liberális nacionalista eszmék terjedését megakadályozni. A 18-19. Század fordulóján új eszmei irányzatok jelennek meg az európai politikában, ez a liberalizmus és a nacionalizmus. A liberalizmus, azaz a szabad erdőség, a magántulajdon védelmét tartja szentségnek. Követeli az egyéni, emberi és polgári szabadságjogok védelmét, amiről az előbb már esett szó, azaz a szólásszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság, valamint a hatalmi ágak szétválasztása. A parlament terén a népképviselet mellett teszi le a voksát, a gazdaságban pedig követeli a szabad verseny érvényesítését. A nacionalizmus a nemzeti eszmét helyezi előtérbe, fő célja a nemzeti azonosság tudat kialakítása és a nemzeti összetartozás érzésének erősítése. Mindebből következik, hogy követeli a nemzetihez tartozók által lakott területek egyesítését, és így majd a 19. század második felében hozzájárul olyan nemzetállamok létrehozásához, mint Olaszország és Németország. Követeli a közös nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzését, ápolását, a nemzeti ipar és a kereskedelem megerősítését. Ezeket az eszmerendszereket és a legfontosabb követeléseket a kettes vázlatpontba írjátok le. Mint most is, az elmúlt órán most is lehetőségetek van a táblai vázlatokat a mackó.k3net.hu oldalon megtalálni, táblai vázlatok 6. évfolyamra kattintva, 4. téma és a francia forradalom hatása 30. lecke. Itt megtalálhatjátok a vázlatot, amit írjatok le a füzetetekbe, vagy nyomtassátok ki, és ragasszátok be. Amennyiben lehetőségetek van rá,
kis jegyekért oldjátok meg a szorgalmi feladatot. A kis jegyek esetében, minden esetben az az elv, hogy akkor írjuk be, amennyiben legalább olyan jegyet ért el, mint a fél évi jegyed volt, vagy annál jobbat. Köszönöm a figyelmet, és jó tanulást kívánok!